kisgyerekkoromban, és még később is jó ideig, mindig nagy hegyeket képzeltem magam köré. És hát ezek az észak-erdélyi romhegyek maradtak, a Meszes, a Bükk és a Réz, és azon kívül nagy vizeket. Én ezt komolyan gondoltam, én mozdonyvezető akartam lenni minden áron, mert egy részt, hát ez két meggondolás, úgy nagyon szerettem egyáltalán ezt a töfögő, óriási, ez még mind a gőzmozdonyok kora. A mozdonyvezető az viszont az nagy hatalom volt. Hát akkora, ugye engem az is vonzott, egyrészt, hogy akkora fizetésük volt, mint egy gyárigazgatónak, kettő, nem vitték őket katonának. Na hát engem ez érdekelt. Na most ez nem sikerült, mert kiderült, hogy rövidlátó vagyok. Azért mondom, hogy kiderült, mert én nem tudtam, nem volt ez egy súlyos rövidlátás, csak annyit tudtam, hogy a moziba, amit ugye, ahol a filmeket akkor feliratozták, a moziterem végéből nem láttam elég jól a szöveget. Hát én ebbe belerokkantam. Ilyen apró betűvel írtam, legalábbis fejeztem be a kőhult. Persze, van annak nagy változata is, amit le tudtak írni, vagy le tudtak másolni. Hát ez olyan. Azt mondták, beteg vagyok, elmebe, majos meg, stb. De ez olyan, mint a szibériai számüzöttek és a börtönlakók, igen, akiknek igen. Nem volt papírjuk. Igen, igen. És igen. Kényszerűségből írtak ilyen pici betűvel. Igen, így van. Hát 65-ben volt egy cifra afférom. Itt egy fiatal ember, aki az utcánk beli hölgyeket esténként megkergette. Hát ezt ráncigáltam hazafele, hogy megkérdezem a feleségemtől, hogy ez volt az. És ahogy lehajoltam a kucsmám után, ami leesett a hóba a kergetőzés közben, akkor tehát fogtam a jobb kezemmel a bal csuklóját, ő viszont a szabad jobb kezével egy kést szorongatott a kabátja ujjába, és ahogy én lehajoltam a kucsmáért, az arcom alá vágott. És akkor átvágta itt az alsó ajkamtól jó szélesen az arcomat, és a másik pillanatban pedig átvágta a csuklón fölött tulajdonképpen mind a négy extenzort. És utána, hát ugye soha többet ilyen aprót nem tudtam én megpróbálni. Bálok valamit megmutatni, a Az emberről minden tücsköd bogarat össze lehet hordani, méghozzá komolyabb kockázat nélkül. Mert az emberről aligha képzelhető el olyan őrült állítás, amit előbb-utóbb nem igazolna éppen maga. Azt, amit tudtam, egy történetet végig, vagy helyzetet, élethelyzetet, én elejétől végig tisztán láttam, én annak nem álltam neki, azt soha se írtam le. Én nekem valamit föl kellett fedezni a könyveim, vagy egyáltalán az írásaim konstruálása közben. Valamit meg kellett fejteni. Erre aztán inkább leginkább a regények a példák. Ez az időszak, amíg a kőhú készült, ez egy nagy rabság volt. Reggeltől estig ült az íróasztala mellett, és volt egy sötétzöld pulóvere, amit
ha felvett és leült az asztal mellé, akkor már tudták a gyerekek, hogy játék nincs, hanem csend kell legyen. Na és amikor végre elkészült a regény, mert persze megérdeklődték, hogy hol tart, mindig kérdezték, hogy mikor lesz vége. Na és aztán egyszer bejelentette, hogy a regény kész van, és akkor fogták a pulóvert ketten, egy ollóval, apróra szétvágták. A függönyön átnézte az utat. Vásáros napokon ilyenkor már órák óta zörögtek kint a szekerek. Most csendes az utca. Szendi Ilka az Artézik út ragyogó vízsugarára gondol. Eszébe jutnak a piros foltos kisbornyúk, meg bársonyos pofájú csikók. Lenne a vájúból, ugyanazt a vizet isszák azok is.